Sziasztok, időjelsz után! Ez egy spéci bemutató lesz. Egy néhány kritika is fog érteérni, de nem számít. De legalább, hogy többen nézitek. Köszönjetek szépen Békucinak! Na, a következő videót békafóbiásoknak ajánlom. Láthatjátok, hogy most egyelőre nem menekül. És még azt se bánja, hogy megsimogatom. Aki fél a békától, annak van egy rossz hírem. A kígyó még rosszabb. Ő nem tud ártani nekünk. Ő jobban fél tőlünk, mint mi tőlük. A kígyó meg attól veszélyesebb, hogyha megharap, gyorsan ellenszer kell találni, különben meghalsz. Tehát a kígyó sokkal félelmetesebb. És nem szabad túl gyorsan emelkülni egy kígyótól, mert a végén még támadni kezdte. Nyugodtnak kell lenni az ő esetükben. Mert ugye akkor támad, hogyha az ember mozog. Na meg teljesen mindegy, hogy mit teszel náluk. Mert nem tud tenni, mert nem tesz semmit. Még akkor sem, hogyha kopintok rá így. Aki békáról akar egy videót csinálni, az semmiképpen ne öljen meg. Legfeljebb csak elég megsimogatni. Mindenképpen legyen jó hozzá. Hogy miért veszélytelen? Nincs foga. És be is tudom bizonyítani ezt. Azzal, hogy elérekelem a következőt. És Oszkádéra nem fáj a foga, mert via nincs is foga. Értitek? Tehát ez bizonyítja a Breaky Blues, hogyha azt eléneklítik. Ő csak légyre vadászik. A varangyos béka sokkal lassabb, mint egy ilyenfajta béka. Nézzétek meg csak a hátsó részét. Én nem tudom, ki látja. De most zöldes, nem olyan varangyosszerűségű. Az én házomban rengeteg béka ugrott már sokszor. Mit szoktam akkor csinálni? Megfogtam és kidobtam a házba azzal, hogy amikor kimentem, elengedtem. Nem tettem azt, hogy megölöm, mert ártalmatlan. Teljesen mindegy, hogy hányszor simogatod, vagy ilyesmi. Nem. Az egyetlen, hogy tesz csak, hogy mozgatja a négy lábát. Tehát aki fél a békától, azért inkább a kígyótól féljen. Mert ez egy veszélytelen hűlő, a kígyó pedig veszélyes. Még akkor is veszélytelen, hogyha megpusztítjátok like this. Az egyetlen veszélyes dolog egy békában volt, láttam egy részt a Fast Ways to Die-ból, amikor valaki megfogott egy sárga és fekete szedő békát. És abban az volt a halálos, hogy megnyalta. Tehát egy békát semmiképpen ne nyaljatok meg, mert mérgező is tud lenni. Jó, azt hiszem, eleget szórakoztam vele, itt az ideje elengedni. Figyeljétek meg, hogy fog elugrani. Tehát így megfogom. És elmegy. Na, mindegy. Egy most úgyis még az asztalon van. Most éppen ugra-bugra. Ugra.
Jó van, ha tetszett, hogy megsimogattam egy békát, nyomatok egy lájkot. De hát ez az egyik dolog, amit megtehettem egy... Tehát ez egy állatos videó volt. Úgyhogy már a búcsúzom. Sayonara.